vett a rózsát, pántikás kalapon. Fújja a szél, rajta a szajlapot. Ha nem fújja, magam is lobogtatom ezt a szőkét, ide csatogatom a sötétben. Június 10-én rendezték meg a Magyar Nótás találkozót Tregolyban. Az esemény országos szinten az egyik leglényegesebb magyar nótás találkozó, így minden évben rengeteg helyről érkeznek országszerte a fellépők és az érdeklődők. Egy hagyományőrző rendezvényünk ez a mai, a magyar nóta magyar nótás találkozót rendezünk ma is, ez már egy hagyomány nálunk, több éve rendezzük, egy lelkes kis közösség, aki nagyon szeretné magyar nótát, ő a szervezője ennek az egész folyamatnak. És a Regélyt Egyesület, mint civil szervezetünk hozzá segít, és ő adja a civil keretet hozzá. Településen is egyre fokozódik az érdeklődés, de azért mérsékelt. Főleg a vidékiek vannak itt, de örülünk nekik, hogy megtisztelik Regélyt, és viszik Regélyt jó hírét. Szeledeli Margit, amellett, hogy ő maga is közel 20 éve nótákat is énekel, hívja össze a fellépőket a Regélyi rendezvényre. Ez a 9. fellépésünk, 9. éve. Minden évben egyszer meg tudjuk rendezni ezt a szép nóta műsort, és nagy örömmel jönnek az emberek, akár 300 kilométerről is eljönnek. És akkor az énekesek azok nagy szeretettel jönnek, alig várják, hogy megrendezzük ezt a műsort. Nagy örömmel távoznak a nézők is, vendégek is, ők is. És így ápoljuk a magyar nótát. De boldogságom tudom nálam megtalálom, hol? Mert a téli kárkos a település művelődési házába egy egész teremnyi vendég érkezett, hogy együtt ünnepeljék a magyar nótát. A fellépések után természetesen nem ért véget a program, hiszen a vacsorát épp elkövették. A mai program az, hogy itt énekelünk 14-en, lemegy a műsor, utána vacsora, és utána lesz egy másik zenekar, aki szolgáltatja a vált. És akkor éjfélig mulatás. Az érdeklődés nagy, de az igazság, hogy a fiatalok nem annyira, középkorúak és az idősebbek, hát ők szeretik ezt a műfajt. A Regélyi nótás találkozóra nem csak az érdeklődők, de a fellépők is országszerte érkeznek. A fellépők nem csak Regélyből, nagyon kevés regélyi fellépőnk van, vidéki fellépőink vannak, de egy fix csapat kezd kialakulni, akik magyar nótások, ezek egy elég szűk kis közösség, és az ország minden tájáról, Nádasdadányról, Szekszárdról, több helyről jönnek hozzánk. Minden részéről, Kőröshegyről, Siófokról, tehát az ország minden részéről, és nagyon nagy szeretettel jönnek, sőt Győr mellől is ide érkeztek énekesek. Itt alszanak, van egy vendégház, aki nem tud hazamenni, az itt alszik, és másnap megy el. És akkor éjfélig, 2 óráig mulatás. És akkor ezzel megint vége, és várják a következő évet, hogy mikor rendezzük meg újra. A rendezvény, amellett, hogy egy különleges műfaj ápolását tűzte ki célul, a magyar nóta énekesek közösségének is fontos eseményévé vált. Az Zengővárkönyvből érkeztem, és hát amióta megszülettem énekelek, de igazándiból, hát hány éve, 10 éve körülbelül kezdtem el versenyekre járni, meg előadásokra. De egyébként nagyon kevés a lehetőség a nótásoknak igazi cigány zenébe föllépni, elég drága faj, ha úgy tetszik, és ezt itt helyben, hál' Istennek, helyén kezelik és megtámogatják. Elmondhatom, hogy elég különleges, mert valóban olyan szívesen jönnek és alig várják, szinte ez az egy rendezvény ekkora volumenben, mert még Szekszárdon sincs ekkora volumenű magyar nóta a rendezvény, mint Regélyben. Rózsa, 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 rózsa